Sziasztok, ez az 5000 feliratkozói felék. Sziasztok, ez az 5000 feliratkozói különkiadás. Na, csak sikerült kimondani. Úgyhogy újra eljött az alkalom, hogy megköszönjek minden feliratkozást, lájkolást, megosztást, hozzászólást, letöltést. Mit hagytam ki? Hát, és természetesen minden támogatást, és de főleg támadást. Mint ahogy az lenni szokott, most is sokat gondolkodtam, hogy mi legyen eljön ezen jeles alkalomból, és nem jutottam semmire. Tehát volt sokféle ötlet, de valahogy egyiket se éreztem olyannak. Aztán végül addig húztam az időt, hogy kénytelen vagyok mindig egy olyan megoldást választani, ami érdekes is, talán, meg gyorsan el lehet készíteni. Ezt is már akkor veszem fel, amikor már elértem az 5000-et, de hát most mit csináljak? Ez van. Az egyik dolog, ami szerintem jó ötlet, és már láttuk a videó eleje óta, ezek a fanartok, amiket időnként szoktam kapni, és úgy gondoltam, ez egy olyan szép kerek szám, bizony, már csak 195 ezer kell a 200 ezerhez, úgyhogy ezen jeles alkalomból megmutatom, hogy miket küldtetek nekem. Vannak köztük olyanok, amiket már korábban is valamelyik külön kiadásban megmutattam, de a teljesség kedvéért nézzétek meg újra őket. Természetesen mindegyiknek nagyon örülök, hiszen nekem készült, és ez is az elismerés egyik formája, hogy készítetek csak nekem valamit. Amíg lemennek a képek, azért egy kicsit beszélek a jövőről. Ugye sokféle sorozatot elindítottam, ott vannak a kihívások. Most is van két kihívás, ami nem tudom hány hete vár. Meg fogom őket csinálni, csak hát idő. Aztán elkezdtem a tutoriálokat, ami szerintem nagyon jó ötlet volt, de mostában az is valahogy lát. Pedig azokat még gyorsan föl lehet venni. Tényleg csak elindítom a pályát, aztán mehet a felvétel. Tehát semmi előkészület, a vágásnál sem kell semmi effekt. De azt is fogom folytatni. Egy percesek, azok mennek, azokat is szerencsére gyorsan lehet fölvenni. Amivel gond van, az igazából a daráló, azt tudom ritkán csinálni. Tudom, hogy sokaknak az a kedvence, rajta vagyok, és nem fog abban maradni, csak hát ilyen rendszerességgel tud menni. Tehát összegezve minden van, csak kell egy kis idő. A másik dolog, amit még gondoltam ebben a videóban, a sok ötlet közül megvalósítani, az, hogy megmutatom a Csabusa mémeknek az eredetét. Ezt a Csabusa mémek elnevezés, ezt valamelyik hozzászóló találta ki, nem én találtam ki, nem tudom már melyik videó alatt, és most nem fogom megkeresni. Ilyen Csabusa mémek a repülőmalac, az 1 liter water, vagy az atomübertáp sétapálca. És most ennek a külön kiadásnak kedvéért csak nektek, amiért ilyen kitartóak vagytok, és még több ember gyűjtögettetek az én kis hadseregembe, most előtúrom, hogy honnan is kezdődtek ezek a... Én csak hülyeségeknek hívom őket, de legyenek akkor Csabusa mémek. Az első igazából nem is mém, hanem egy jelző vagy cím. Csak meg akartam mutatni, hogy ezt nem én találtam ki. Azért ennyire nem vagyok egoista. Az egyik fanart készítője ruházott fel ezzel a tisztséggel. Az atomübertáp sétapálca legelőször a 13. darálóban hangzott el. A kezdő felszerelés között volt egy sétapálcának átnevezett bot, ami jó sok enchanttal rendelkezett, ezért adtam neki ezt a nevet. És csináltam hozzá egy intrót is, a poén kedvéért. És van egy láda is, amiben van egy pár alma, meg egy atomübertáp sétapálca. Atomübertáp sétapálca. Az immunrendszer a 10. darálóban hangzott el először. Egy hatalmas dinnyinek az immunrendszerébe kellett bemászni és elpusztítani őt, csak a készítő elírta a szót, innen ered. Miután megküzdöttünk a vízzel, egy táblát találunk. Bejutottál a dinnyék dinnyéjének immunrendszerébe. A béltó a 22. darálóban jelent meg. A készítő elírta a méltó szót. Érdekes, hogy ehhez a mémhez nem készült grafika, ezt csak úgy emlegetni szoktuk. És azt írja, gratulálok, most vidd vissza az erekét a városba, és tedd a helyére, hogy megkapd a béltó jutalmat.
Béltó. Ez jó. Ez az a mém, aminek az eredetében nem vagyok teljesen biztos. Azt tudni, hogy az alapja a daráló 11. része. Itt a magyar mondatokban megjelenő felesleges angol szavakat egy kitalált recepthez hasonlítottam, ahol az egyik összetevő a liter water volt. Emlékeim szerint később valamelyik pályán már csak hivatkoztam erre a receptre, úgyhogy egy liter water, és ha jól emlékszem, innen indult az egész, de nem találtam meg ezt a videót. Ha valaki jobban emlékszik, akkor szóljon. És a pályán is így fogalmaztok, de hülyén néz ki, most képzeljetek el egy receptet. Hozzávalók: 1 egg, 2 kg liszt, 3 liter water, 4 evőkanál sugar. Repülő malac a daráló 8. részében bukkant fel először. A története annyi, hogy időnként megállok egy-egy témánál, és kicsit kifejtem róla a véleményemet, hogy minél többet átadjak ebből a szemléletből. Ilyenkor úgymond a videót is megállítom. Ha nagyon hosszú ez a rész, akkor bevágok valami más képet, összeállítok valami viccesebb dolgot. Tehát repülő malac is azért került be, hogy ne legyen olyan unalmas az a monológ. Hogy miért pont repülő malac? Hát nem tudom már, valahogy véletlenül összefutottam vele a neten, és gondoltam poén lesz. Leges, ott lesz, a pályával együtt mentődik, úgy nyitja meg a pályát. Tehát ez olyan, mint az időjárás, ha úgy mented el a pályát, hogy mondjuk esik. Ezt igazából én szoktam emlegetni a külön kiadásokban, mint ahogy ebben is tettem. De azért írtam fel a listára, mert időnként új feliratkozók szokták kérdezni, hogy minek köszönöm a támadásokat. Tehát a története az, hogy a 100. videós külön kiadásban elszóltam magam, támogatást akartam mondani, és hát kicsit összeakadt a nyelvem. És szeretném megköszönni az eddigi támogatásokat, kommenteket, lájkokat. Eztán egy kicsit kevésbé ismert, azért szoktam látni időnként másoknál, viszont mi ezt szívvel rendszeresen emlegetjük. Konkrétan a daráló 17. részében szereplő pályának ez volt a neve. A készítő azt írta, hogy oroszul így van a krokodil. Hát mi jót szórakoztunk rajta, és még azóta is. A pálya neve az Krákágyilá. Én is ezt nézem. A daráló 20. részében hangzott el először, a készítő elírta a legyőzés szót. Hát igen. Ha megvan a slime, utána a teleport, Bosch figyelhető azt írja, legyegőzted a boss-t. A következő nem igazán mém, hanem, hogy is mondjam, híresség, talán híresség, ugyanis egy szeméről van szó, K.A. Leírva Kabel Abel, és nem voltam benne biztos, hogy tényleg Kabel Abelnek kéne mondanom, mert elég viccesen hangzik, és szóval inkább biztosra mentem, és a rövidítést használtam, K.A. Egyszerre küldötte a darálóba három pályát, a 9, a 10 és a 11. részben fel is dolgoztam. Időgép, a dinnyegyár és Park Hour Suli. Igen, Park Hour Suli. És azért lett híres, mert eléggé hadban áll a központozással. Egy kicsit sajnálom is, ugyanakkor a rossz reklám is reklám. Ennek a mémnek a megszületése is annak köszönhető, hogy kicsit halilában álltok a nyelvtannal. A világot a daráló 4. részében hangzott el először, és ott nem is egyszer. Ugyanis a lényeg az volt, hogy a készítő egymás után következő mondatokba rakta bele, tehát szóismétlés. Gábani gonosz mágus akarta uralni az egész világot. Ezért valakinek meg kellett menteni a világot. Ez a döntés természetesen pont rád esett. Szintén egy ritkában emlegetett mém, de azért elő szokott fordulni, úgyhogy természetesen fölvettem a listára. A daráló 8. részében hangzott el először. Ez egy hasonlat volt a szokásos játékmenetre, amikor nincs igazán cél, vagy ha van is, akkor is ilyen szakaszosan pálya felépítése, hogy csinálj egy próbát, aztán csinálj még egy próbát, és azok sem változatosak, hanem parkour, labirintus, tehát tudjátok. És annál éltem ezzel a elásott-kiásott csont hasonlattal. Parkour. Ugye ez már egy lerágott csont. Mondjuk, sőt, annak a fokozott változat, ezt nem is tudom, hogy vele lehet még fokozni. Elásott csont. Ez már egy elásott csont. Már nem, hogy lerágta, de a kutyának odaadták, és az elásta. Sőt, egy másik kutya kiásta is, az is elásta, szóval nem. Ezt igazából csak a szivacspályákkal kapcsolatban szoktátok emlegetni, mert a szivacshoz is kapcsolódik az eredete. Az első részben az első gomb egy üdvözlő üzenetet ír ki, és van benne egy ilyen részlet, hogy ha van hajad, akkor lépj ki, mert ha ezen a pályán játsz, akkor ki fogod tépni minden egyes hajszáladat.
azóta poénkodtok vele rendszeresen, hogy van még hajatok, meg nem téptétek ki, meg kopaszok vagytok, meg fodrászhoz kell menni, stb. Szintén egy ritkában emlegetett következik. Én viszont előszeretettel használom, hogyha videósról beszélek vagy írok, úgyhogy itt a helye a listán. Először az információs pult harmadik részében lehetett őt hallani. A története az, hogy amikor felvettem a hanganyagot, akkor az egyik kérdésben szerepelt a YouTube-os szó, és én véletlenül azt mondtam, hogy YouTube-os, YouTube-us, na, most meg ezt nem bírom kimondani. És olyan poén volt, hogy sajnáltam kitörölni, úgyhogy beraktam az intro elé. Tudtad, hogy van olyan YouTube-us, akit YouTube-us? Ennyi lett volna ez a kis lista. Ha valamit kihagytam, akkor szóljatok, de szerintem a legfontosabbakat mind felsoroltam. Vagy majd csinálunk egy másik külön kiadást, ahol bepótolom. Szóval még egyszer köszönöm a feliratkozásokat, főleg azoknak, akik még most is fel vannak iratkozva. A lájkokat, letöltéseket, hozzászólásokat, értékeléseket, kritikákat, de legfőképpen a támadásokat. A kézikönyv óvjon. Ó, a kézikönyv óvjon, most jut eszembe. Hát persze, a kézikönyv óvjon. Szintén Szivas pályához kapcsolódik, méghozzá a második részhez. És azon a pályán volt az egyik poén, hogy mindenki úgy köszönt el, hogy kézikönyv óvjon, a kézikönyv vigyázzon, meg még ezerféle variációban. Aztán valamiért abból a sokféle köszönésből a kézikönyv óvjon maradt meg, nem tudom, többen mondták utána, azt emelték ki, úgyhogy elkezdtem használni a videók végén és azóta is. Azt hiszem ez már egy ilyen csapusan névjegy. Ja. Szóval Szivacs 2-ből jön, én meg majdnem kihagytam. Biztos azért, mert már nagyon megszoktam, sokat használom, lehet. Tutira fogtok még írni párat, amit kihagytam, de most innen nem jut több eszembe. Szóval köszönöm az eddigi kitartást, és kívánom a jövőben, hogy legyetek még kitartóak, és gyűjtsetek még híveket, hogy nagy YouTube-us legyek, és elfoglaljam a világot. A kézikönyv óvjon.